Üdvözlöm Önöket, aktuális című magazinunkat látják. Augusztus 9 és 14-e között rendezi meg a Játszótér Közhasznú Alapítvány az ifjúsági médiatáborát. Mai vendégem Völgyes János, az alapítvány egyik önkéntese. Köszöntöm a stúdiónkban. Üdvözlöm. Tehát a tábort a Játszótér Közhasznú Alapítvány szervezte. Kérem, röviden mutassa be az alapítványt. Alapítványunk már 2013 óta folyamatosan működik, elsősorban ifjúsági célcsoporttal, játékos kompetenciafejlesztéssel, rendezvények szervezésével foglalkozik. Legfőbb témája az ifjúság munkaerőpiaci elhelyezkedésének a segítése. Ennek megfelelően több rendezvényt is szerveztünk már az évek során. Kiemelne ezek közül a rendezvények közül néhányat? Legnagyobb rendezvényünk, ami már 4 alkalommal is megrendezésre került, az a Vektor nevű Kárpát-medencei ifjúsági műhelytábor. Ez a külhoni magyarokat összefogva próbál egy 4-5 napos táboron keresztül átadni valamilyen kompetenciát, amivel tudjuk segíteni őket a jövőben. És a fiatalokat hogyan vonzák be az alapítványba? Hát elsősorban működésünk során próbáljuk őket személyesen elérni. Rendezvényeinken próbálunk minél több új főt bevonni, és kérjük őket, hogy adják tovább a szót rólunk, tehát hogy leginkább szájról szájra terjed a hírunk. És egyébként mely korosztályt, ugye a fiatal korosztály, de mégis milyen korcsoport ez, mettől meddig tevődik? Elsősorban olyan 15 és 25 év közötti fiatalokkal foglalkozunk. És ön egyébként hogyan került kapcsolatba az alapítvánnyal? Még korábban, régen a bátyám volt az alapítványnak a kuratóriumi elnöke, de ő munkája miatt kiesett, és így én lettem kuratóriumi tagja, én lettem utána ugyanúgy a tagja, és innentől kezdve dolgoztam is az alapítványnak, majd később új munkahelyem lett, és most jelenleg önkéntese vagyok. És milyen feladatai vannak az alapítványnál? Mégis hogyan kell elképzelni a mindennapos életet? Elsősorban így projektről projektre dolgozok, tehát hogy például most is a médiatáborunknak a szervezésével foglalkozok leginkább. A projektnek az elszámolásával fogok foglalkozni, tehát nem, most jelenleg nem egy folyamatos munkaköröm van, hanem projektről projektre dolgozok az alapítványnak, segítem munkáját. És hogyan kapcsolódik a média világa az alapítványhoz? Alapítványunknak sokáig volt irodája az András Judit Társaskörben, egy ifjúsági közösségi térben, ahol mentoráltuk és segítettük a Békés Csabai Alkotó Médiának a munkáját, és így kerültünk közel a médiához, a csoporthoz, akiknek nagy része a táborban is részt vesz. És akkor elérkeztünk oda, hogy idén első alkalommal szerveznek ifjúsági médiatábort. Miért tartották fontosnak, hogy ilyen témában nyissanak tábort a fiatalok előtt? A médiatudatosság számunkra nagyon fontos, a fiatalok tájékozottsága, és úgy gondoljuk, hogy a legjobban ezt úgy tudjuk elérni, hogyha a fiatalok adnak át valamit a fiataloknak, és hogyha minél több fiatalt fejlesztünk ebben a szakban, akkor sokkal hitelesebb híreket tudunk átadni. Ugye a héten zajlik a tábor a napokban, és már a végéhez közeledik. Milyenek az első tapasztalatok, így első tábor szervezőként? Mi az, amik ilyen tapasztalatokat leszűrtek már az elmúlt napokból? Fontos, hogy nem maga az első táborunk, első média táborunk, azonban azt vesszük észre, hogy a csapat nagyon jó, nagyon jól tudnak együtt dolgozni, folyamatos a munkánk, és látszik, hogy egyre fejlődnek a fiatalok. Köszönöm szépen a beszélgetést. Nagyon szívesen. Folytassuk a beszélgetést Sipos Olivérrel, a tábor főszervezőjével. Köszöntöm a stúdiónkban. Üdvözlöm. Kérem először, meséljen arról röviden, hogy hogyan épül fel maga a tábor, mit kell tudni róla nagy vonalakban. Ugye a tábort igyekeztünk tematikusan felépíteni, tehát az első nap Karácsony Zsolt mentálhigiénés szakember érkezett el hozzánk, ahol kifejezetten arra volt kiegyezve a tábor, hogy a srácok jobban megismerjék egymást, mivel nagyon sok felől érkeztek, így egy összeszokott csapattal szeretünk volna dolgozni, akiknek megvan ugye a háttértudása a másikkal szemben,
hogy egyrészt, hogy hívják, honnan érkeztek, mi foglalkoztatja őket. Utána a második nap a Békésebb a Evangélikus Gimnáziumból Kovács Nóra érkezett hozzánk, ő pedig médiatörténetet tartott, tehát médiatörténetről tartott prezentációt, hogy egészen az 1500-as évektől visszamenőleg napjainkig, hogy maga a média hogy fejlődött, hogy alakult ki az, ahol ma tartunk, hogyan befolyásolta, és a mai nap is milyen hatással van az életünkre. Ma pedig az egyik kollégájuk volt nálunk, Varga Diana, a főszerkesztő helyettesünk, és délelőtt az újságírásról tartott előadást, hogy hogyan kell felépíteni, mikre kell odafigyelni egy cikk megírásánál, és most délután pedig Imre György tart a fotózásról és videózásról prezentációt a tábor résztvevői számára. Említette, hogy több helyről érkeztek résztvevők, mégis milyen távolról? Úgy jöttük meg a pályázatot, hogy határon túli magyarokat is vártunk, és hál' Istennek érkeztek is, tehát nagyon örültünk ennek, hogy ezt is elmondhatjuk magunkról, hogy milyen messze eljutott a tábornak a híre. Nyilván a kapcsolati tőke meg volt alapozva, visszamenőleg a különböző táborainkból, de ennek nagyon örülünk, hogy még onnan is volt érdeklődés a média iránt. És egyébként hányan vesznek összesen részt a táborban, és milyen a résztvevők összetétele? Hát ugye 30 főre szerveztük meg a tábort. Nagyon vegyes korosztályt és érdeklődést tekintve is, mert valaki kifejezetten például a videózással szeretne foglalkozni, valakit teljesen a cikkírás, főleg amiatt is nagyon vegyes, hogy a Békésebb Alkotó Médiából is érkeztek hozzánk, tehát ott már kifejezetten a saját szakirányukban haladnak tovább is, amiatt érkeztek, és abban az irányban szeretnének tovább fejlődni, és ez volt az a rész, ami kifejezetten érdekelte őket, mint ugye a cikkírás, akár fotózás, vagy a videóvágás, vagy maga a videó szerkesztés és videó felvétele. Említette, hogy több témában tartanak előadásokat, és mégis milyen programokkal vagy feladatokkal vesznek részt aktívan a jelentkezők? Hát ugye délelőtt és délután is van egy-egy előadásunk, a nap végén minden nap egy ilyen összefoglalót, egy ilyen híradót készítünk. Nyilván itt mindenki a saját részét veszi ki, tehát hogy aki a cikkírásban szeretne továbbfejlődni, nyilván ugye a szkriptek megírásában veszi ki a részét, aki a videózásban, ugye ő veszi fel a videókat, napközben ő készíti el a snitteket, amikből majd aztán később ugye a videóanyag elkészül, és vannak, akik ugye kifejezetten ugye a nap végén az összeállított galériának az utómunkáit végzik el. Összesen hányféle kategóriában, hányféle témában ismerkedhetnek meg a résztvevők a médiával? Ugye említette a cikkírást, a videókészítést. Ugye ezen felül a videóvágással ismerkedünk, valamint ugye a fotózással, tehát itt akár ugye rendezvényeken való fotózás, természetben való fotózás, portréfotózás, tehát minden, amit a srácokat érdekli, és esetleg rákérdeznek. A szakmai hitelességért ki felel? A szakmai hitelességért Szász Ferenc Attila, ő volt a Békéscsabai Alkotó Médiának a megalkotója, ő volt az alapítója, már jó pár éve foglalkozik ugye újságírással, mellette rengeteget fotózik és videózik is. A koronavírus befolyásolta-e valamilyen szinten akár a szervezési feladatokat, akár a tábornak a lebonyolítását? Hál' Istennek próbáltunk arra odafigyelni, hogy jogilag minden működőképes legyen. Hát féltünk attól, hogy határon túli magyar résztvevők emiatt esetleg visszamondják, vagy meg sem próbálnak jelentkezni, ugye a határzárak miatt, de hál' Istennek sikerült megoldani, úgyhogy nem befolyásolta olyan szinten a munkánkat, hogy megrekedtünk volna menet közben. De Gyulán van a helyszín. Milyen témákat tudnak feldolgozni egy-egy nap, aminek a végén ugye anyagokat összeállítanak? Hát ugye leginkább az előadásokra koncentrálunk, tehát a közben szoktunk videókat felvenni, tehát amikor valaki prezentációt tart, meg utána nap végén, amikor folyamatosan ugye a munkálatok zajlanak a különböző szobákban, arról is készítünk folyamatosan videókat és fotókat is, és folyamatosan megkapják a srácok, és úgy dolgoznak. A résztvevők köréből milyen visszajelzéseket kaptak eddig?
Hál' Istennek, ennek nagyon örülök, és féltem is tőle, ugyanúgy izgultam. Nagyon pozitívak, eddig minden előadóval meg voltak elégedve. Hál' Istennek egy-két ember kivételével nem nagyon kaptunk negatív visszajelzést, és ennek nagyon örülünk. Ön hogy látja, lesz folytatás a jövőben, akár tábor formájában, akár egyéb eseménnyel a média felé nyitnak? Mi nagyon szeretnénk. A tegnapi előadók közül például már meg is invitáltak minket az evangélikus gimnáziumba egy ilyen mozi szakkörre, úgyhogy arra mindenképpen szeretnénk majd elmenni. Reméljük ez így megvalósul, és szeretnénk jövőre is a tábort magát hasonló tematikával megszervezni, és reméljük, hogy arra már még többen fognak érkezni. Köszönöm, hogy a vendégünk volt. És köszönöm. Ez volt az Aktuális, holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk magazinunkkal. Maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!